Köszöntöm Önöket, a Vasi Kaleidoszkópot, a Megye magazin műsorát látják. Megnyitotta első dunántúli szolgáltató központját a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A központ a vasi gazdáknak nyújt segítséget hatósági ügyekben, vagy éppen azzal, hogy szakmai továbbképzéseket szervez. Mostantól, ha egy vas megyei gazdának szakmai tájékoztatásra vagy tanácsadásra van szüksége, a Sárváron megnyílt szolgáltató központ nyújt neki segítséget. Egy olyan komplex program kidolgozásával kezdtünk, amivel alapvetően az a célunk, hogy a tagságot minél gyorsabban, minél pontosabb információkkal tudjuk ellátni. Ugye ez indult onnan, hogy egy meglehetősen komoly energia és pénzráfordítás, egy olyan adatbázist hoztunk létre, ami lehetővé teszi, hogy megszólítsuk őket. Alapvetően igyekszünk proaktív módon keresni a tagjainkat, hisz nagyon sokan vannak, akik nem látogatják meg falugazdászainkat, különböző kollégáinkat, ezért szeretnénk őket egy olyan helyen vendégül látni, ahol a mai kor igényének megfelelő körülmények között tudjuk őket fogadni. Itt a lehetőleg szélesebb kör információval látjuk el őket, legyen az akár a gazdálkodásnak az input anyag kiszolgálása, vagy akár pénzügyi szolgáltatások, de hatósági ügyintézésre is szeretnénk lehetőséget biztosítani. Az irodában egy helyen megtalálható minden olyan információ, amivel a régió gazdáit segíteni tudják. Pályázatírókat tudunk ajánlani, kutatásfejlesztés vonatkozásában tudunk segítséget nyújtani, különböző hatóságok, legyen az akár katasztrófavédelem, erdészeti feladatok ellátása, illetve lehetőség van pénzügyi szolgáltatókkal találkozni, itt akár banki, akár biztosítási oldalról is tudunk beszélni, és hát input anyag előállító forgalmazók is itt vannak. Ez a vetőmagokkal, növényvédőszerekkel, tápanyaggazdálkodással kapcsolatos témákra terjed ki, a gazdák egy helyen kapják meg a szakmájukhoz szükséges legfrissebb információkat. Új dimenzióba léptünk ennek a centrumnak az átadásával, és rendkívül erősen meg szeretnénk növelni a szolgáltatásainknak a számát és értékét. És a szolgáltatások Vasmegyére speciálisan elsősorban a szakmára vonatkoznak. Rendkívül sok szakmai információt és szakmai tudást szeretnénk átadni a termelőink számára. A központban lehetősége nyílik a gazdáknak, hogy mindent egy helyen megtaláljanak, amire a munkájuk során szükségük van. Az, hogy a gazdálkodók új információkhoz jutnak, új tudáshoz jutnak, én azt gondolom, ez mindenképpen előrelépés, bár eddig is megvoltak azok a csatornák, ahol be lehet szeretni információkat, meg az internet világába sok mindenhez hozzá lehet jutni, de itt személyesen találkozhatnak az adott területnek az üzletkötőjével, a szaktanácsadókkal, és én úgy gondolom, hogy élőbb kapcsolat tud kialakulni a szolgáltatók és a gazdák között. A központtal azokat a gazdálkodókat is meg akarják szólítani, akik korábban nem vették igénybe a kamara vagy a falugazdás szolgáltatásait. Most itt tovább lesz a fejlesztés, nagyobb lesz a fejlődés, és remélem, hogy tehát ennek nagy igénye lesz a megyébe. A kísérleti időszak tapasztalatai alapján az Agrárgazdasági Kamara az ország más térségeiben is szolgáltató központok kialakítását tervezi. Nyolc vasmegyei horgászvíz környezete újulhat meg egy 110 millió forintos pályázatnak köszönhetően. Térbútorokat helyeznek el, szalonnasütőket, esőbeállókat, játszótereket létesítenek. A fejlesztés jövő tavaszra valósulhat meg. Rozog a padok, meredek partoldal, hevenyészet, tűzrakóhely. Most még ilyen körülmények várják a pecásokat és családtagjaikat Szombathely közelében a Gencsapáti horgásztónál. Mégis szívesen járnak ide, mert bőséges a halállomány. Ponty, keszegfélék, amur, kárász, csuka is horogra akadhat. Hamarosan a tó környezete is kulturáltabbá, rendezettebbé válik. A horgászok itt rendszeresen szoktak tüzet gyújtani, horgászni, aktívan akár éjszakára kimaradni. Mi ezeket a helyeket szeretnénk úgy kulturáltabbá tenni, hogy ide létesülne egy szalonnasütő, az ilyen régi, nagyon-nagyon régről maradt padokat természetesen eltávolítanánk, és akkor ezek helyett jönnének új, modern, egységes, arculatú fa, kültéri elemek, padok, esőbeállók. A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége 110 millió forintot nyert a terület és településfejlesztési operatív program turizmusfejlesztési pályázatán. 150 fő befogadására alkalmas, fedett rendezvénytérrel bővítik a Vaskeresztesi Horgászturisztikai Központot. Továbbá 8 vasmegyei horgászvíz környezetét teszik rendbe. A Gencsapáti mellett megújul a Magyarszecsődi, a Gersekaráti, a Püspökmolnári, a Csepregi, a Pinka Mindszenti, a Merseváti tó és a Vaskeresztesi Pinka holták környezete. Felújítják a vízhez vezető utakat és rendezik a partoldalakat.
pihenővezeteket alakítunk ki, szalonnasütők, padok, asztalok, gyerekeknek homokozó, gyerekjátszótéri elemek, kerékpártároló, horgászhelyeknek a kiépítése, nagyon sok tó esetében, amit mi kezelünk. Mind a horgászoknak, mind az ideérkező turistáknak ezek a tavak egy kicsit összetettebb pihenést tudnak majd nyújtani. A helyi horgászegyesületeknek közel 8000 tagja van. Családjaikkal együtt a Vasi vizek nagyjából 30000 fő kellemes időtöltését szolgálják. Az igények az elmúlt években érezhetően megváltoztak. Most már milliós felszerelésekről is beszéltünk, persze megvannak az egyszerű horgászfelszerelések is, de ebben látható, hogy a horgászat, mint igény, mint technikai sport, nagyon széles spektrumot mutat és lefed. Ezeknek az igényeknek kell nekünk megfelelni, és nem csak a technikai színvonalat kell ugye nekünk követni, hanem a tereteken, a horgászhelyeken a megfelelő infrastruktúrát kell biztosítani. A projektnyitó eseményen elhangzott, a fejlesztési programban akadálymentesített horgásztégeket is kiépítenek, ami országosan is ritkaság számba megy. Így szeretnének esélyegyenlőséget biztosítani a mozgáskorlátozott horgásztársaknak. A horgászat, mint az aktív turizmus egyik kedvelt ága, a megyei turizmus fejlesztési koncepcióban is nagy hangsúlyt kap. 10 évvel ezelőtt a Burgellandi tartomány a vizek koncessziós horgászati jogát egy olyan magánszemélynek értékesítette a szomszédban, aki úgy gondolta, hogy egyedül és a barátai fognak ott horgászni, és nem adott ki horgászjegyet. Ez egy kicsit pozitív irányba befolyásolta a sporthorgászok vasmegyei tevékenységét, hisz sok vendéghorgász van nyugatról, a túloldalról is, de mi elsősorban azért szeretnénk, hogyha a sporthorgászat tovább fejlődhetne, hogy az itt élők, a megyében élők, a környéken élők és az ide látogatók egyaránt élvezhessék ennek az előnyét. Nagyon jó wellnessfürdőkkel, gyógyfürdőkkel rendelkezünk, és a fő vonzerőnk az a ebben rejlő lehetőség, meg az kulturális örökség, de a célunk az volt, hogy olyan kiegészítő vonzerőket fejlesztenek a tulajdonosok, a szolgáltatók, az önkormányzatok, ami meg fogja növelni az itt nyaraló vendégeknek a tartózkodási idejét. Közbeszerzési eljárást követően a munkálatok nyár elején kezdődhetnek meg, és várhatóan tavaszra fejeződnek be. Január 1-ével jelentősen megváltoztak a járási hivatalok feladatkörei. A fogyasztóvédelemmel, a jogi segítségnyújtással és az áldozat segítéssel kapcsolatos hatáskörökről Gecse József, a Celldömölki járási hivatal vezetője tájékoztatja a Vasi Kaleidoszkóp nézőit. 2017. január 1-től a központi hivatalok és a háttérintézmények felülvizsgálatát követően átalakítások történtek az állami gazgatási szervrendszer szerkezetében, a járási hivatalok hatáskörei új feladatkörökkel bővültek. A hatáskör bővülés differenciált módon történt, hiszen kiemelkedő szerep jutott a megyeszékhelyek járási hivatalainak. Vannak azonban olyan feladatkör bővülések is, melyek minden járási hivatalra egyaránt vonatkoznak. Ezek közé tartozik többek között a jogi segítségnyújtás, az áldozatsegítés és a fogyasztóvédelem. Ezekről a területekről tájékoztatott Gecse József járási hivatalvezető. Az áldozatsegítés az elsősorban azt a célt szolgálja, hogy aki bűncselekmény áldozata lett, annak alapvető jogait biztosítani tudjuk. Ez az áldozatsegítésnek a működési mechanizmusa úgy néz ki, hogy önkéntes és a hivatallal együttműködve. Az általunk nyújtott szolgáltatásoknak két fő típusa van. Az egyik az alanyi jogon járó szolgáltatások, a másik része pedig az, ami szociális rászorultság alapján lehet igénybe venni. Az alanyi jogú szolgáltatások közül az első és a legfontosabb a tájékoztatás. Ez a tájékoztatás azt a célt szolgálja, hogy aki bűncselekmény áldozata lett, az tisztában legyen az alapvető jogaival és kötelességeivel, valamint azokat az információkat megadjuk neki, ami az érdekérvényesítéséhez szükséges. Ennek a történetnek a második szegmense a jogi segítségnyújtás, tehát hogyha valaki igényli ezt, akkor ebbe is közre kell működnünk. A harmadik és a legjellemzőbb az áldozatsegítés szempontjából az azonnali pénzügyi segélyezés. Az azonnali pénzügyi segélyezés az az alapvető szükségletek kielégítésére szolgál, tehát elsősorban a szociális gondjainak a megoldására. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnésével 2017. január 1-től még egy nagy feladatkör került át a járási hivatalok hatáskörébe, ez pedig a fogyasztóvédelem.
fogyasztóvédelmi feladatainkba is jogszabály szerint az elsőfokú hatóság a járási hivatal. Van azonban néhány olyan kereskedelmi tevékenység, ami a megyeszékhelyhez tartozik, az elsősorban az internetes vásárlásokkal kapcsolatos dolgokat érinti. A fogyasztóvédelemnek a lépcsőfokai megvannak. Tehát az első lépés az, hogyha a vevő úgy érzi, hogy őt valamilyen szinten kár érte, akkor elsősorban az eladóval kell kezdeni a tevékenységet. Itt két dolog jöhet szóba, vagy szóba lép azt tesz, amire kap valamilyen választ. De ha ez a válasz neki nem megfelelő, akkor jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy pedig a másik dolog az, hogy írásba fordul a kereskedő fele. Abban az esetben, hogyha ebben a két eset megtörtént, és még mindig nem orvosolták a panaszát, akkor jöhet a járási hivatal fogyasztóvédelmi kérdéséhez. A járási hivatal vezető hozzátette, a fogyasztóvédelemnek vannak kiemelt célterületei is. Ide tartozik többek között a panaszügyek kezelése, valamint szavatossági és jótállási igények kezelése. Folyamatos ellenőrzés alá kívánják vonni a fogyasztói árakat és azok szabályszerű közzétételét. A kiskorúak védelme érdekében szintén szigorúbban ellenőrzik ezentúl az alkohol és dohánytermékek árusítását, valamint vendéglátó szezonban a kereskedők és a szolgáltatók szabályszerű működését. Somlóvásárhelyen a Borbála Borrend idén is megrendezte hagyományos borversenyét. A remek hangulatú eseményen a nagy somlóborai mellett a kis somlyói és a sákhegyi gazdák borai is megmérettek. Mindenki szomjas, már szeretne kóstolni. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Fazekas András borász a Borbála Borrend 10. borversenyét. Az eseményre 52 termelő nevezett összesen 60 borral. A verseny különlegessége, hogy itt a borokat nem egy külön zsűri minősíti, hanem maguk a boros gazdák. Kovács Ferenc nyugalmazott konzul már több mint 20 éve tagja a Borrendnek. A feladatunk az, hogy amikor létrejöttek a hegységek és megalakult a somlói borvidék, hogy minél több bor mérettessen meg és essen át azon a tűzkerességen, ami az új boroknak a feladata, hogy minősítsék a szakemberek. És ez egy nagyon különleges borverseny, ugyanis a három nagy szőlőhegy közül, a nagy somló a legnagyobb, ennek az oldalában vagyunk, itt Somlóvásárhelyen. A sákhegy és a kis somlónak is a borai itt vannak. A borok szét vannak válogatva mintaként, borfajtaként, tehát házlevelű, furmint, olasz rizling, jufar, és itt látszik, hogy asztalok úgy vannak betéve, hogy úgy lesz kóstolni. Az asztalokon fajtánként szétválasztva ott sorakoztak a borok, ezeket sorszámmal látták el, és csak az eredményhirdetés után derült ki, hogy az egyes palackokban kinek a bora is volt. Ide a 2016-os borokkal lehetett az idén nevezni, mindig az előző, ugye az utolsó évjárattól lehet nevezni. Most jelen pillanatban 52 nevezés érkezett be hozzánk, mi ezt egy 20 pontos borbírálattal végezzük el. A 20 pontos borbírálatnak a lényege, hogy az első két pont az a színre lenne, de mivel új borokról van szó, ezért megkérek majd mindenkit, amikor megnyitom a borversenyt, hogy ezt ne vegyék figyelembe, mert ezek új borok még nem annyira tiszták. Az elmúlt év időjárása nem kedvezett a térség bortermelőinek, amit az is mutat, hogy a tavainál kevesebb bor került az asztalokra. 2016-os évjárat az nagyon szépen indult, 3 héttel előbb volt a tavasz, akkor lett egy fagyunk, és utána kaptunk egy jégverést, úgyhogy nem az Isten áldott éve volt ez a 2016-os év. Kevés termés maradt, de ami megmaradt, az viszont jó minőségűek lettek. A Borbála napi borversenyeken minden versenyző nyer, hiszen megismerheti más kistermelők borait, és a szerzett tapasztalatokat jól hasznosíthatja a továbbiakban. A borok jó hangulatot teremtettek, amelynek fokozásához még jócskán hozzájárult a sitkei citerások muzsikája is. Borkorcsolyán csúszik igazán jól a kőszegi bor. Ahogy egyre fontosabb a bor minősége, úgy a mellé fogyasztott sós sütemények is évről évre versenyeznek egymással a Vasi kisvárosban.
Kőszegen nagy múltja van a szőlőtermesztésnek és a borkészítésnek, valamint most már a borkorcsolyák alkotásának is, hiszen a Borbarát Hölgyek Egyesülete hagyományt teremtett 16 évvel ezelőtti kezdeményezésével. A sós sütemények versenyével a kulturált borfogyasztást népszerűsítik. Ami nagyon fontos cél volt számunkra, mert ugye lehet egy sütemény nagyon finom önmagában, de nem biztos, hogy a borhoz illik, és kihangsúlyozza azokat a jegyeket, ami összhangba kell, hogy legyen egymással. A borkorcsolyák formája, hozzávalói és tölteléke is rendkívül változatos. A nevezők a hosszú évek alatt sem fogytak ki az ötletekből. Pogácsa, kifli, töltött, tekercs, csiga vagy éppen virágocska nyújt esztétikai és gasztronómiai élményt a fogyasztónak. Ahogy a sütemény neve is sugallja, ettől jobban csúszik a jó bor. A zsűrinek nagyon nehéz dolga van, én úgy gondolom minden évben, de próbálják, tehát ők is a borokkal együtt kóstolják, és próbálnak egy abszolút győztes hirdetni. Emellett, ami nagyon fontos, hogy most már azt hiszem a negyedik éve gluténmentes kategóriát is tudunk külön nyertest hirdetni, mert hát ugye, mint tudjuk, sajnos e felé megy a társadalom, hogy egyre több az ételérzékeny, és ezáltal, tehát maguktól neveztek, tehát nem volt külön kiírás, de mi nagyon örültünk nekik, mert így legalább a bor mellé azt is tudjuk kínálni. Az idei borkorcsolya versenyre 33-an neveztek süteményeikkel. És évről évre többen jönnek nem csak a helyiek, hanem Szombathely környékéről is. Urak is és hölgyek is, nem muszáj háziasszonynak lenni, hobbi cukrásznak lenni, aki kedvet érez, ő süt és hozza a kis finomságát. A Vas megyei vénőtt rendezvénynek komoly tétje van, hiszen itt dől el, melyik süteményt kínálják a boros rendezvényeken éven át. A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen nem csak a legszebb és a legfinomabb borkorcsolyát kellett kiválasztaniuk, hanem fontos szempont volt, hogy harmonizáljon a borral. A bírálatban a tavalyi győztes is részt vett. A küllemet is nézzük, igen, de inkább az ízre, és amelyik a borhoz igazából borkorcsolya. Mert ha nagyon, nagyon érezzük bent a hagyma, vagy szóval nem lehet annyira hagymaíző, vagy sonka, vagy szaláméző, mert akkor az elveszi az egésznek a jellegét. Az év borkorcsolyája címet 2017-ben Tóth Árpádné sonkakrémes tanglia viselheti, a közönség szavazás nyertese pedig Kornhoffer Mónika pikáns sajtgolyója lett. A Bükki fürdő bál a farsangi időszak végén igazi társadalmi esemény volt. A Karamell Hotel új konferencia termében a turisztikai szakma helyi, megyei és országos képviselői báloztak együtt február utolsó szombatján. Az idei fürdőbálnak a Hotel Karamell új konferencia terme adott otthont. Ebben az évben nagyobb társaság gyűlt össze, hogy bálozzon, szórakozzon és szakmai kapcsolatokat ápoljon. Örülök annak, hogy az új vezérigazgató úr magáival tett azt a gondolatot, hogy a bál kapuit szélesre tárja, és ezáltal a rangját, a társaság rangját, illetve a település rangját is emeli azzal, hogy minél szélesebb körből várja a kedves vendégeket, akik itt találkozhatnak, beszélhetnek és szórakozhatnak. Ma este meg szeretnénk mutatni önöknek azt, hogy a Vas megyei közélet és a turisztikai szakma jeles képviselői előtt mi hogyan értékeljük mostantól a Bükki Gyógyfürdő Zrt-nél a minőség kifejezést. Új időszak kezdődött tehát, új szemlélettel, új lendülettel és új lehetőségekkel is. Az alapokat az elmúlt 55 év munkájának köszönhetően lerakták, azok stabilak, mi most már erre fogunk építeni. Fél idejénél jár a fürdő 1,5 milliárdos beruházási programja, amit az igazgatóságunk múlt heti egyhangú jóváhagyásával most újra hangulunk. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy egy éven belül elegáns köntösbe öltöztetjük a gyógyvizes fedett fürdőt, száműzzük a válfás öltözőket, és modern, koedukált teret fogunk biztosítani a ruhaváltáshoz. Újjávarázsoljuk a félig fedett ötös gyógymedencét. Egyetlen impozáns főbejáratot fogunk építeni, az élményfürdőben pedig az óvodásoknak egy víz alatti csodabarlangot, egy varázsbarlangot rendezünk be. Mindehhez majd egy egységes, beléptető rendszer is csatlakozik, és ezzel fogjuk fogadni a vendégeinket. Az esnyitó tánccal folytatódott.
A Szavária táncegyüttes műsorát követően a vacsora következett, majd Charlie lépett a színpadra. Nem csak énekel, de meg is táncoltatta a közönséget. Az idén 70 éves énekes zene nélkül is elvarázsolta a hallgatóságot. Ezután adta át a Büki TDM a Bükk turizmusáért díjat. Az a, hogy ez a fesztivál, ami az elmúlt 4-5 évben országos hírre tett szert, a gasztronómia részéről egy kicsit neki is köszönhető, az építő kritikájával és a segítőkészségével. No, de hogy ne csigázzam tovább, de az ember nem más, mint Bánszky Péter, uram. Az est tánccal és tombola sorsolással folytatódott. Idén egy jótékonysági árveréssel színesítették a szervezők a programot. A felajánlott ajándéktárgyakra, szolgáltatásokra lehetett licitálni. A befolyt 255.500 forintot a Csodaország óvodának ajánlotta fel a fürdő. Répcelakon idén is a sportbálon adták át a Város és a Sportegyesület díjait. A sportbálon hagyományosan elismeréseket, díjakat is adnak át. Ekkor nevezik meg a szakosztály vezetők az előző év legjobbját. Kis Zsolt, a teke csapat vezetője kezdte a sort. Az idei évben a legjobb tekésnek én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen az eredmények és a hozzáállás és a teljesítmény és az odaadás miatt idén az Apetán Zsomborra gondoltam. Kérem, fáradj! Turai László, a kézilabda szakosztály vezetője elmondta, náluk a csapat szavaz a címről, maguk közül jelölik ki a díjazottat. Kézilabda szakosztályunkban az elmúlt évben nagyon sok jó teljesítmény nyújtó lány kézilabdázik, viszont egyet kiválasztottunk csapat szinten, aki nem csak játéktudásban, emberileg is nagyon sokat tesz a csapat sikereiért. Most már a harmadik szezonját tölti nálunk, nem csak szélsőként, hanem lövőként is tudunk rá számítani, és ez nem más, mint a német Nyernesei Katalin. Balassa Péter, a labdarúgó csapat vezető edzője. De nagyon bízom benne, hogy fél év múlva, egy év múlva már magasabb osztályban és magasabb szinten tudjuk majd őt bíztatni a pálya széléről. Ő nem más, mint Ambrus Tibor, és hadd gratuláljuk neki külön. Az év sportembere díjat 15 évvel ezelőtt Répcelak város önkormányzata alapította, és ítéli oda. Javaslatot bárki tehet, a döntést a Humánpolitikai Bizottság hozza meg, melyet a grémium elnöke Szalainé Kutasi Ildikó ismertetett. 2016 évben Répcelakon az év sportembere, ifjabb Turai László. A díjazott számára meglepetés volt a dolog. Az Ildikó, amikor elkezdte mondani, a második sor után már rájöttem. Meg is lepődtem őszintén mondva, mert nem az, hogy nem számítottam rá, hanem nem gondoltam volna, hogy ebbe az illusztris társaságba bekerülhetek. Kedves nézők, Önök a Vasi Kaleidoszkópot, a Megye magazin műsorát látták. A műsort készítő szerkesztőségek nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!